Sajnos elfejtettem befűteni, ezért 16 fok van, ami nem elegendő ahhoz, hogy jól érezzem magam. És erről jut eszembe, hogy mindenkinek van valami olyanja, amire tud hivatkozni, ha nem akar valamit megcsinálni, vagy ha valami nem sikerül. Panaszkodhatnék bárkinek, de az a helyzet, hogy én nem fűtöttem be, és éppen ezért, mert hideg van, mondjuk nem fégzem el a feladataimat, a munkámat, tehát hivatkozhatnék a körülményekre. De nem teszem. Az a helyzet, hogy a körülményekre nem igazán jó hivatkozni, akkor sem, ha te teremted meg, és akkor sem, ha mások teremtik meg. Sokkal jobb, hogyha saját kezedbe tartasz mindent, és a körülményeket is. Na de egyáltalán mennyire számítanak a körülmények, hogyha eredményességről beszélünk? Egyrészt egyáltalán nem számít, mert bármilyen körülmények között lehet eredményt elérni. Eszembe jutott egy nagyon régi emlékem, Grúziában voltunk a magyar fotball válogatottal, és miközben egy gyönyörű szép gyepes fotballpályám, általában a fotballpályák ilyenek, ilyennek ismertük meg, ahogy ott edzett a válogatott, közvetlen a pálya mellett volt egy göröngyös, gírbegurbás, gödrökkel teli földes pálya. És ott edzettek a grúz szegény gyerekek. A grúz válogatott azért nagyon erős emberekből állt, nagyon jó focisták kerülnek ki onnan. Hogy lehet ez? rettentő rossz körülmények között fociznak. És éppen ez az rossz a körülmény, Viszont teljesen jó körülmény ahhoz, hogy tehetséges emberek kerüljenek ki onnan. Ebből kiindul, viszont másképp is nézhetjük ezt az egész kérdést, hiszen a körülmények akkor számítanak, így vagy úgy, de számítanak. Az egyik esetben úgy számítanak, hogy nagyon jó körülmények kellenek ahhoz, hogy elérjünk valamilyen eredményt, a másik esetben viszont úgy számítanak, hogy bizonyos körülmények motiválóak lehetnek arra, akár negatív értelemben is, hogy elérjünk bizonyos körülményeket. Eredményeket akartam mondani. Összefoglalva tehát nem számít, illetve számít, mert optimalizálja az utat az eredményességhez. Minden mindig attól függ, hogy mi a cél, hogy milyen eredményt akarunk elérni. Az eredmény pedig attól függ, hogy mit akarsz elérni célnak mire van szükség. Ha többet érsz el, vagy akarsz elérni, mint amire szükség van, akkor könnyen lehet az, hogy túlzásba viszed a munkát, és túlzásba viszed a körülmények kialakítását is. A körülményekről nagyjából azt képzeljük el, hogy azok egy adottságok, amelyek fixen ott vannak. Én sokkal dinamikusan képzelem el a körülményeket, majd erről egy kicsit bővebben beszélek. Az egyik, Amiért ezt így képzelem el, mert impulzus oldaláról közelítem meg. Olyan körülményeket szeretek kialakítani magam körül, amiben motiválva vagyok abban, hogy elmozduljak és haladjak. Legalább legyen olyan, hogy ne akadályozom abban, hogy haladjak. Ilyen például számomra az, hogy ha rendezettség rend van körülöttem, meg is teremtem magam körül azt a minimális feltételt, ami még kielégítő nekem. Az is lehet, hogy csak az íróasztalom van rend, és mindenhol máshol rendetlenség van, de éppen akkor oda koncentrálok. Tehát nekem éppen most ez a legfontosabb. Tehát nem törekszem arra, hogy tökéletes rendezettség legyen, hanem csak annyira, amennyi éppen ahhoz a feladathoz szükséges. Nagyon fontosak számomra a megfelelő munkaeszközök is, nem szeretek olyan eszközökkel dolgozni, amelyek hátráltatják a munkavégzést, tehát általában felkészülök és kikészítem azokat az eszközöket, amelyek éppen szükségesek nekem, sőt, gondolok sokkal előrébb lévő dolgokra is, tehát előre megvásárolok olyan eszközöket, amelyek a jövőben szükségesek. Ezek néha olyanok, mint a túlzásba vinném, vagy akár lehet, hogy néhány embernek az a véleménye, hogy túlzásba is viszem. Tehát engem motiválnak a jó eszközök, segítenek abban, hogy jól haladjak. Nagyon érdekes effektus az, hogy az emberek szándékosan keresik a kényelmetlenségeket, a rossz körülményeket. Elmennek kempingezni, elmennek kirándulni, elmennek olyan helyekre, ahol nincsenek meg azok az adottságok, amelyek otthon megvannak, és megteremtik azt a kényelmet, amelyben Produktívan lehet dolgozni. Igaz, ezek általában pihenésre szolgálnak, és nem mindenkinek favorítja ez a fajta kikapcsolódás. Én viszont megszerettem, és nagyon jó érzés kimenni az erdőbe. Igaz, ott is van megfelelő eszközünk, megfelelő balta, megfelelő kés, megfelelő hátizsák, megfelelő cipő, megfelelő minden, ami megfelelő. És kimegyünk az erdőbe egyfajta olyan programra, ahol magadra vagy hagyva, és hátrahagyod a számodra kényelmes eszközöket, amelyek kielégítheted a hétköznapi igényeidet, mint például az evés. Ebben van egy olyan gondolat, hogy az ember szeretne megoldani bizonyos dolgokat, és kihívás az, hogy direkt nehezített körülmények vannak. Gondoljunk csak bele bármilyen családi vagy üzleti projektjeinkbe, és ott is szerintem meg kell teremteni azt, hogy legyenek kihívások, ki kell mozdulni a komfortzónádból, különben nem lesz fejlődés. Fejlődött kell, bármilyen területen is éled az életedet, és ehhez olyan körülményeket kell megalkossál, amely a fejlődés irányába el tud téged mozdítani. Ezek nem feltétlen luxus körülmények, nem feltétlen megfelelő körülmények, mármint az elképzeléseinknek, a kényelmünknek megfelelő körülmények, hanem az életednek, a célodnak megfelelő körülmények, tehát az is lehet, hogy éppen olyat kell csináljál, vagy olyan környezetet alakítasz magad körül ki, vagy olyan helyre mész, olyan környezetbe mész, ahol megvan a lehetőség arra, hogy kimozdulj abból az életből, amiben vagy. Akkor nagyon is számít a körülmény. De mégsem számít, pontosabban így vagy úgy kell érteni az egészet. Az egyik értelmezés tehát az, hogy számít a körülmény, mert csak a, mert csak a legjobb körülmények között tudok kiteljesíteni. A másik szemlélet, a másik hozzáállás, számít a körülmény, olyan körülmény kell, ami segíti azt, hogy hova haladjunk és oda el is jussunk. Szerintem a körülményeket stratégiával kell kialakítani, építeni kell, és mindig fejleszteni kell ahhoz, ahogy haladsz. Annélkül, hogy általánosítani szeretnék, általánosítani fogok, és a mai világban, például a social médiában azt látjuk, pontosabban azt vesszük észre, azt érezzük, hogy valamilyen fix jó körülményeket kell kialakítanunk ahhoz, hogy valakinek érezzük magunkat, hogy valakik legyünk. Ezek a fix körülmények szerintem nagyon hibás elképzelések. A körülmények mindig dinamikusan kell, hogy változzanak, méghozzá azzal a dinamikával, ahogy haladnunk kell és ahogy haladunk is. Nyilván mindenki luxus körülmények között engedni az életét, de a luxus körülmények nem mindenkinek valók. A luxus körülményekben is lehet eredményeket elérni, de nem feltétele az eredményességnek. A luxus körülmény az azt jelenti, hogy több van, mint ami kell, az, hogy majd mire használod, ez majd a te intelligenciádat fogja visszatükrözni a világ felé, de Megteremthetsz valamilyen olyan luxus körülményt, amelyből luxus eredményeket lehet elérni. Nagy kérdés, hogy számodra fontos-e, hogy ilyen luxus eredményeket érjünk el, mert bizonyos feladatokhoz, bizonyos eredményekhez egyáltalán nem kellenek ezek. Sokkal jobb egy autentikus környezet valaminek a csinálásához, mint hogy valamilyen túlzott környezet jelenjen meg, és abban kelljen tevékenykedni. Mindig vannak kirívó esetek, ami azt jelenti, hogy nem ideális környezetben, vagy túl ideális környezetben is nagyon jó eredmények születnek. Igazából a viszonyítás a lényeg, mindig magadhoz viszonyítsál, pont olyan eszközöket, olyan körülményeket alakíts ki magad körül, amelyek téged segítenek, és egy kicsit mindig lépjél előrébb, tehát egy nagyon pici túlzás az mindig a fejlődéshez fog vezetni. A túlzás persze nem mindig az a túlzás, hogy valamiből jobb van, hanem az is túlzás lehet, hogy direkt valamiből rosszabb van. Visszatérek egy kicsit a buskraftos példára, tehát ahol az erdőbe kimész, és feltalálod magadat, hogy mit tegyél ott. És hogyha fázol, akkor nem rögtön a termosztáthoz nyúlsz, megpróbálod megoldani ezt a problémát, és ekközben alkalmazkodik még a szervezeted is, és azt fogod észrevenni, hogy tavaly 25 fokban értél a szobában, ma meg 21 fokban. Na jó, a 16 fok az túl erős, ami ma van itt. A mai feladatom a körülmények javítása lesz, optimalizálnom kell a stúdiót. Az a cél, hogy bármilyen munkához idejövök, 10 percen belül forgatási esemény legyen, tehát ha fotózni kell, ha videózni kell, ha DRC-hez hangfelvételt kell csinálni, tehát bármi, ami stúdióhoz köthető, akkor ne az legyen, hogy egy vagy két órát szerelgetek és beállítgatok, hanem rögtön, rapid módon leülök, bekapcsolom, megcsinálom, 10-5 perc alatt megvan az egész. Össze kell rakni előre olyan szetteket, amelyeket csak kitolok, kigurítok, Bekapcsolom, és működnek is. A másik feladatom pedig az, hogy új utomunkafelületet hozzak létre, meg kell tanuljak néhány programot, tehát fejlesztenem kell a tudásomat ahhoz, hogy a későbbiekben sokkal hatékonyabban tudjak dolgozni. Ez is egy körülmény, a belső tudás. Szerintem ez a legértékesebb körülmény. Természetesen nem kérés, hogy mit választanék, a tökéletes külső körülményeket vagy a belső tudás, mint belső körülményeket. Egyértelmű, hogy mindig a tanulás és a saját fejlődés irányába mozdulok el. Ezen felül természetesen, hogy fejlesztem a külső környezetet, de mindig arra kell hagyatkozni, és olyan környezetet fogok fejleszteni, hogy a belső értékek növekedjenek. Tehát számomra a körülmények kialakítása stratégiai kérdés, és mindig a belső értékeket fejlesztem. Amellett, hogy rengeteget költök a külső körülményekre. Ez egy erős vitatéma, nyugodtan vitatkozhatok, én nem szólok bele.